A választókerületben élőként dolgozni az országgyűlésben nagy megtiszteltetés és felelősség. Emellett pedig sok utazással is jár a fideszes Vitányi István számára. Hogy pontosan mennyivel, az most derült ki. A Bors által kért adatok szerint a fideszes politikus volt az, aki a legtöbb üzemanyagköltséget számolta el 2016-ban. A Berettyóújfaluban élő képviselő 2.136.000 forintot autózott el egy év alatt. Mindezt a vagyonnyilatkozata szerint egy Honda terepjáróval, amit 2014-ben kapott ajándékba. A Bors számításai szerint ezzel a kocsival ennyi benzinpénzből akár kétszer is megkerülhette volna a földet. A képzeletbeli dobogón szintén a keleti határvidéken élő képviselők állnak. A második 2 millió forinttal a nyíregyházi jobbikos politikus Gyüre Csaba. A harmadik pedig a Kisvárda melletti Tojnospálcán élő szocialista Legény Zsolt. Ő 1,8 millió forintot autózott el közpénzből. Volt azonban, aki jóval közelebb lakik, mégis milliós benzinköltséget számolt el. A szintén fideszes bíró Márka Budapesttől alig 70 kilométerre lévő Pásztorról jár dolgozni. Mégis eltankolt több mint 1 millió forint közpénzt tavaly. És kérem szépen Bírgó Márk képviselőtársamat, hogy a kijelzőt oltsa ki, meg 2 percre szót kérőnek van jelezve. Bírgó Márk 2010 óta mindössze egyetlen egyszer kért szót az országgyűlésben, akkor is véletlenül. Emellett bár tagja a Honvédelmi Bizottságnak, de az ülésekről rendre hiányzik, és szót itt sem kér. A bizottsági jegyzőkönyvek szerint mindössze egyszer szólalt meg. Egy szocialista képviselőnek a katonák felszereléséről szóló felszólalásához tette hozzá azt az egyszavas megjegyzést, hogy idézem, Iron Man, vagyis vasember. Hogyha egy mopedes tol egy mopedet, az gyalogos, de hogyha egy motoros tol egy motort, az már jármű. Bíró Márk az RTL híradónak még évekkel ezelőtt nyilatkozott, amikor a KRESZ módosítását kezdeményezte. Hiába kerestük, sem Vitányi István, sem pedig Bíró Márk nem nyilatkozott. A Fidesz írásban azt válaszolta, a képviselőik szabályosan, a törvényeket betartva használták fel úti költségkereteiket. Horváth Nándor, RTL Híradó, Budapest.